Újra jelentkezik a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Köszöntöm Önöket, én Kocsisen Brigitta vagyok. Lássuk, hogy mit kínálunk mai adásunkban. Az ember legjobb barátja. Tudományos módszerekkel a kutyák érzelmeinek nyomában. Ötlet és önbizalom. Egy pályázat tanulságai. Ismeretlen ismerős. Kutatási eredmények a Szent Korona kapcsán. H-Cube. Egy forradalmi készülék a gyógyszerkutatásban. Kutatások alapján a kutyák körülbelül egy 2-2,5 éves gyermek értelmi szintjéig képesek fejlődni. Logikus tehát a gondolat, hogy így házi kedvenceink csak azokra az érzelmekre lesznek képesek, amelyekre egy 2-3 éves gyermek is. Izgatottság, érdeklődés, félelem, harag, elégedettség, bánat, büszkeség, bűntudat. Vajon milyen érzelmekről beszélhetünk valójában kedvenceinkkel kapcsolatban, és vajon nyomon követhetőek-e az érzelemváltozások tudományos módszerekkel? Figyelték ezeket a hangokat? Gondolták volna, hogy egy különleges kísérlet fontos részét képezik? Az eredmények pedig vadonatúj tudományos szenzációnak számítanak, amelyet az egyik legjobb tudományos folyóirat közöl magyar kutatók tollából. Most először történt, hogy kutyák és emberek agyműködését hasonlították össze funkcionális mágneses képalkotó vizsgálattal, az úgynevezett fMRI-vel, egy kísérleten belül. Ébren, lekötözés nélkül tartottunk bent kutyákat, 11 kutyát ebben az fMRI csőben, és ugyanezt tettük persze emberekkel is. Ennek a technikának egy nagyon fontos feltétele, hogy mozdulatlannak kell lenni egy-egy alkalommal 6-8 percen át ahhoz, hogy a méréseket el lehessen végezni. Talán pont ez volt az egyik olyan körülmény, ami miatt ez a kísérlet unikálisnak számít. Azt csináltuk, hogy miközben egy tapasztaltabb kutya már fent feküdt a szkenner asztalon, és őt dicsértük, jutalmaztuk azért, mert jól viselkedett, jól tette a dolgát. Egy tapasztalatlanabb kutyának megengedtük, hogy az asztal mellől figyeljen, mint egy ácsingózon arra, hogy bárcsak már ő lehetne ebben a kiemelt, különleges pozícióban, hogy dicsérik, amiért olyan szépen hasal. A kísérlet maga feltételezi a kutyák együttműködését. De mi a cél? Mi a kérdés, amelyre választ szeretnének kapni a kutatók? Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kutyák és az emberek mennyiben hasonló, vagy mennyiben különböző módon dolgozzák fel más kutyák, vagy más emberek hangjait. Nagyon érdekes, hogy a kutya és az ember több tízezer éve nagyon hasonló szociális környezetben él. A domestikáció körülbelül 30 000 éves múltra tekint vissza, és ez alatt az időszak alatt együtt él egymással a kutya és az ember, egy nagyon erős szövetséget alkotva. De hogy mennyire támogatják ezt a szövetséget az agyi mechanizmusaink, mennyire segíti az együttműködést, a két faj közti kommunikációt, egymás megértését, az a neurális apparátus, ami az egyik, illetve a másik fajban működik, erről nagyon keveset tudunk. Közel 200 féle hangot hallottak az alanyok a vizsgálat során, és valamilyen módon reagáltak is rá, a műszerek pedig mérték a változásokat. A kutya az első olyan állat, amelyet igazából ezzel a funkcionális képalkotó járással vizsgálni lehet az ember mellett, és tulajdonképpen azzal, hogy mi ezt bemutattuk ebben a kutatásban, hogy ez lehetséges, innentől kezdve egy teljesen új terület nyílik meg a kutatók előtt, hiszen ebben az összehasonló elemzésben meg lehet nézni kutya és ember vonatkozásában, hogy melyek azok az agyterületek, amelyek funkcionálisan hasonlóan működnek, illetve esetlegesen eltérően. Ráadásul a kutyában az is egy érdekesség, hogy ugye ugyanabban a környezetben él a kutya és az ember, és ennek megfelelően azok az ingerek, amiket alkalmazunk, a két agy számára nagyjából hasonló környezetet is jelentenek egyúttal. Az ELTE etológiai tanszékének kutatásai évről évre hoznak új eredményeket. Kívülálló számára akár meghökkentő is lehet, hogy a vizsgálat alanya, a kutya több tízezer éve él együtt az emberrel, mégis viszonylag keveset tudunk róla. Ezekről a kutatásokról, amelyekről szó van, most az egyik legfontosabb tudományos szaklapban jelent meg publikáció. Az egyik nagyon fontos eredmény tehát az, hogy az emberek és a kutyák agyában nagyon hasonló területen találtunk érzékenységet a fajtárs hangokra. Ez azt mutatja, hogy ez a funkció jelen volt már az ember és a kutya legutóbbi közös ősében is, ami körülbelül 100 millió évvel ezelőtt élt. Ez pedig az eddigi tudásunkat erről a fajtárs hangokra érzékeny területről mintegy 70 millió évvel tolja
korábbra. Eddig ugyanis csak azt tudtuk, hogy nagy valószínűséggel bizonyos makákó majmokban is jelen van az a terület, ami emberben. A makákók és az emberek közös ősei pedig egy olyan 30 millió évvel ezelőtt éltek utoljára a Földön. Egy másik nagyon izgalmas eredmény az, hogy az emberek és a kutyák nagyon hasonlóan dolgozzák fel a hangokban rejlő érzelmi állapotokat. Azt találtuk, hogy a kutyák, csak úgy, mint az emberek, körülbelül ugyanazokat a korai hallókérgi területeket használják. A pozitívabb, tehát mondjuk nevetős vagy vidáman csaholós ingerek feldolgozására, és ráadásul ez független attól, hogy melyik fajtól származik a hang. Vagyis, tehát, hogy a kutyák is, meg az emberek is hasonlóan reagálnak a pozitív hangokra, jöjjön az akár kutyától, akár embertől. Ez azt gondoljuk megmagyarázza, hogy mitől olyan sikeres a vokális kommunikáció a két faj között. Elmondva mindez egyszerűbbnek tűnik, ám a tudományos értékelés, amelynek nyomán az eredmények megszülettek, jóval bonyolultabb. Ezeken a képeken a kutya agyát láthatjuk, és benne a hallókérgi aktivitásokat. Kék színnel jelöltük azokat a területeket, amelyek a kutya agyában legerősebben aktiválódnak olyankor, amikor kutya hangokat hall, pirossal azokat a területeket, amelyek erősebben aktiválódnak az emberi hangok hallatán, és zölddel, amelyek a nem vokális egyéb környezeti zajokra aktiválódnak legerősebben. Ehhez hasonlóan láthatunk most egy emberi agyat, ugyancsak piros színnel azokat a területeket, melyek emberhangokra aktiválódnak leginkább a hallókérgi területek közül, kékkel a kutyahangokra aktiválódó területeket, és zölddel azt a nagyon kevés területet, ami emberben elsősorban a nem vokális környezeti zajokra aktiválódik. A kísérletek természetesen felszínre hoztak egy sor olyan jelenséget is, amely a kutyák és az emberek közötti különbségeket mutatták. Azt találtuk, hogy még az emberben csupán a hallókérgi területeknek 3%-a reagál erősebben ezekre az egyéb környezeti ingerekre, tehát amelyek nem élőlénytől származnak, addig kutyában ez az arány 48%. És úgy tűnik, hogy míg az ember hallókérge nagyon erősen ráhangolódott az élőlények hangjaira, nagyon sikeresen optimalizálódott arra, hogy emberek hangjait dolgozza föl, addig kutyáknál ez a hallókérgi terület sokkal heterogénabb. Kutya és ember, ember és kutya. A két fél közötti kommunikációt elősegítheti, hogy az agy itt is, ott is hasonlóképpen reagál bizonyos ingerekre. És ezt már dokumentálni is tudták. Egy valamikori következő lépés lehet annak a vizsgálata, hogy a beszédközpont az agyban mennyire hasonló vagy különböző az emberben és a kutyában. A hozzá nem értő laikusban pedig már-már az a kérdés merül fel, hogyan lehetne a kutyákat beszédre tanítani. Ez a kutatás ebben nem fog minket segíteni, de azt esetleg, hogy milyen típusú szavakat, vagy milyen típusú nyelvi fordulatokat tud a kutya elméje feldolgozni, abban azért sokkal közelebb fogunk tudni kerülni. Ötlet és önbizalom. Mindenek előtt erre van szüksége azoknak a kis- és középvállalatoknak, amelyek bekapcsolódnának az Európai Unió 2014 és 2020 közötti kutatás, fejlesztési és innovációs keretprogramjába. A rendelkezésre álló összegek elnyeréséhez pedig bármi meglepő, de sikeres pályázatokat kell írni. Ebben pedig a Nemzeti Innovációs Hivatal nyújt segítséget. Mi az, ami hiányzik belőlünk magyarokból, mindenekelőtt a kis- és középvállalatokból? Ötlet és önbizalom, ez a kettő hiányzik szerintem a magyar KKV-kból ahhoz, hogy még sokkal több uniós forrást le tudjanak hívni. Nagyon jó példa, az egyetemeknek sokkal nagyon nagy önbizalmuk volt, és a régióban a legtöbb forrást Magyarország tudta lehívni az elmúlt 7 évben. A téma a Horizont 2020 program tájékoztatóján merült fel. Hogy ez micsoda? Kissé pongyolán fogalmazva, itt lehet pénzt szerezni innovációs célokra. Kicsit pontosabban, ez az Uniónak a kutatás és innováció 2014 és 2020 közötti időszakban történő finanszírozására szolgáló új programja. És mint hallották, van jó példa Magyarországról, az egyetemek és a kutatóintézetek. Azt szeretnénk, hogy a következő 7 évben is ez ugyanígy lenne, de a KKV-k is rá tudnának ezekre a forrásokra csatlakozni, ők is tudnának fejlődni ezekből az uniós pénzekből.
2014 és 2020 között sokkal nagyobb összegek állnak rendelkezésre. Fogalmazhatnánk úgy is, soha ennyi pénz nem volt ilyen célokra. De pályázni kell rá. Mindenhol pályázni kell, és mindenhol újítani kell, mindenhol új ötletekkel kell előállni, bármilyen ágazatban a KKV-knak esélyük van. Aztán egy fontos dolog, ugye, hogy maximum 250 főig terjedhet egy KKV-nak a létszáma. Magyarországon egy 200 fős vállalatra nem úgy tekintünk, mint KKV-ra. Tehát éppen ezért érdemes arra odafigyelni, hogy kik is pályázhatnak, sokkal többen pályázhatnak, mint ahogy szerintem azt ma gondolják. Mi lenne a siker? Mikor lenne elégedett a Nemzeti Innovációs Hivatal új elnöke? Akkor lennék nagyjából elégedett, hogyha meg tudnánk duplázni azokat a forrásokat, amelyeket korábban lehívtunk, és 10 000 fölött lenne a beadott pályázatoknak a száma. Talán meglepő, de az egykori Magyar Királyság legjelentősebb állami nemzeti eseményéről, a koronázások újkori történetéről, a legátfogóbb alapmű a nemzetközi szakirodalomban jelenleg is egy szlovák történész munkája. Ezért is kaphatott támogatást 2012-ben az Akadémia Lendület programjában Pálfi Géza történész, aki kutató csoportjával az uralkodó koronázások mellett a Szent Korona 1526 és 1916 közötti történetének tudományos értékű feldolgozására vállalkozott. Ez a láda titkok tudója. Csak az ország vezetői láthatták kinyitva, és ők is csak különleges alkalmakkor, a koronázáskor. Egyéb időkben a láda csukva volt. A 17. századtól egészen 1938-ig ebben tárolták a koronázási ékszereket, így magát a koronát is. Elsőként az ország szent koronája tokjával vagy tartójával, másodszor a királyi jogar, harmadszor az aranyalma, negyedszer Szent István kardja, aztán következnek a királyi kesztyűk, saruk, a korona alatti különleges fejpárna, Szent István király palástja, végül pedig 3 vörös párnácska. 1638. február 26-án kelt az a jegyzék, amely a koronázási láda tartalmát sorolta föl, a kesztyűvel és a párnákkal együtt. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának keretében a Pálfi Géza vezette kutatócsoport a Szent Korona és a koronázási ékszerek történetét, illetve maguknak a koronázásoknak az eseményeit kutatja. Munkájuk eddig ismeretlen tényeket tárt fel. A magyar történelem legkülönlegesebb tárgyainak, a koronázási jelvényeknek az őrzőhelyét láthatjuk itt, és azoknak a legkorábbi jegyzékét tartjuk a kezünkben. Koronázási jelvényeknek ugyanolyan biztos, erős ládát készítettek a 17. században, mint bármilyen más fontos kincsnek, erekjének. Ezért egy famagra kovácsoltvas lemezekkel pántolt ládát látunk, meglehetősen erős zárt szerkezettel, a tetején pedig a kovácsoltvas lemezeket nagyon szép, dekoratív, nagyfejű szegecsekkel rögzítették. Ezeknek a ládáknak éppen ezért mindig volt egy nagyon masszív fülük is, éppen azért, hogyha gyorsan menekíteni kell, helyet kell változtatni, akkor ezt megragadták, és ezt a legalább másfél-két mázsás tárgyat könnyen lehessen mozdítani. Egy ilyen láda természetesen nem képzelhető el zár nélkül. A korabeli időkben a kincseket kulcsra zárták, és a kulcsot gondosan őrizték. Itt láthatók ezek a nagy fejű szegecsek, amelyek nem csak dekoratívak, hanem természetesen rögzítik is az erősítő pántokat, alatta pedig vaslemezek védik az egésznek a felületét, és ez adja meg az egész stabilitását, erősségét is. A zárnak a nyilása alatt úgy kell elképzelnünk, hogy ez a fedél alá van beépítve egy meglehetősen erős zárszerkezet, amely általában több nyelvvel is zárja a ládának a tetejét, éppen ezért a felső részénél, és sok esetben az elő oldalon is elhelyeztek egy másik zárat, amely szintén ugyanúgy, mint ahogy a mai biztonsági ajtók, a lehető legtöbb ponton rögzíti a ládának a fedelét. Egész szertartás alakult ki az idők során arra, hogy a koronát rejtő ládát milyen módon, kik és mikor zárják le. Ezeket a pántokat visszaerősítették, majd pedig egy textilt zsinort húztak végig itt a pántokon keresztül, és utána a textil zsinort ide fölhelyezték, és erre egy általában előkelőbb textil anyagból
ráraktak egy úgynevezett plombát, mondhatnánk azt, hogy plombát, és ezt pecsételték le a Magyar Királyság előkelői, mégpedig azt követően, hogy itt a koronaláda tetején látható zárat bezárták. Ennek azért volt különleges jelentősége, mert ezt a kulcsot, a koronázási jelvényeket őrző láda kulcsát mindig Bécsben, az udvarnál őrizték, és ezt mindig a bécsi főudvarmester, azaz a Habsburg Monarchia akkori miniszterelnöke, tehát a közös Habsburg Magyar Állam első vezetője vitte magával. Tehát ő ezt bezárta, a különleges módon leplombálták a ládát, középen, mondhatnánk szimbolikusan, a zár fölé helyezte el az uralkodó a pecsétjét, rákerült a főudvarmester pecsétje és még két uralkodói delegáté, ide került a nádoré, az országbírói, később a 20. században természetesen ez változott, az esztergomi érseké, tehát képviseltetve volt az egyházi és a világi elit, és természetesen a két koronaőre is. Miután ezt így elvégezték, a ládát elhelyezték a pozsonyi vár korona tornyában. Ez 1608-tól kezdődően történt így, hiszen 1608-ban hosszú prágai tartózkodás után került vissza a koronaláda II. Rudolf császár prágai udvarából a Pozsonyba. Ekkor koronázták II. Mátyást Magyarország királyává, és ettől kezdve a különleges menekítéseket kivéve a koronaládát mindig a pozsonyi vár koronatornyában őrizték. Ez a láda a régi koronázási láda. 1938-ig volt szolgálatban, akkor új láda készült a koronázási ékszereknek. De a régi láda immár funkció nélkül tovább őrzi a múltat. Amikor 1978-ban a Nemzeti Múzeumban visszaérkeztek a magyar koronázási felségjelvények, akkor a jelvények, a ládájuk és ez a régi, már használaton kívüli láda is visszaérkezett, mint ennek a magyar történelmi módnak egy nagyon fontos dokumentuma. Megőrizték annak ellenére, hogy jól látható sérülések vannak rajta, illetve, hogy a láda nem is funkcióképes, mert nem lehet nyitni a tetejét. Valószínűleg valamilyen menekítés során beszorult a teteje, megrongálódott, elleformálódott, és így az 1938-ban megkezdődött történelmi erekévé válását folytatja a Nemzeti Múzeumban. Nem célunk, hogy visszaállítsuk az eredeti rendeltetését, a legfontosabb, hogy megőrizzük, konzerváljuk és jó állapotban tartsuk, hogy a lehető leghosszabb ideig még látható legyen. Persze a régi időkben is csupva volt a láda, kivéve a koronázásokat. Ugye mivel minden uralkodónak más fejmérete volt, miként a leltárban is olvashattuk, egy kis párnával úgymond a Szent Koronát, amely egy viszonylag nagy tárgy, az uralkodó fejéhez igazították. Ekkor tehát a magyar politika elit az uralkodó képviselőinek jelenlétében ezt a ládát tehát felnyithatta, és kiszedték a koronázási jelvényeket, ekkor még csak az uralkodó fejéhez igazítva, utána mindent visszahelyeztek, és a koronázást megelőző napon szállították le mindig a pozsonyi várból, a koronázó domba, a Szent Márton társaskáptalan székesegyházába a koronázási ládát, díszes kíséret közepette, és a hivatalos kinyitásra, mert ugye ezt mondhatnám, egy titkos kinyitás volt, amikor az uralkodó fejéhez igazították a koronát, a hivatalos kinyitásra szintén az uralkodó képviselőinek és a magyar rendeknek a jelenlétében került sor. 1638-ban a ládát fel kellett törni, és a feltételezések szerint ekkor ferdült el a koronán a kereszt is. Ugye, ha ez a láda beszélne, akkor megelevenedne nekünk az egész magyar történelem és a koronázási jelvények története. A feltételezésünk az, hogy 1638-tól őrzik ebben a ládában a magyar királyi felségjelvényeket, de érdemes kiemelni, hogy utána 300 esztendőn keresztül, egészen az 1938. évi Szent Istváni ünnepségekig ebben a ládában őrzik a magyar koronázási jelvényeket. Talán igazat adnak néhány perc múlva, ha azt mondom, hogy a Thales nanocég egyik legjelentősebb berendezése valóban forradalmi találmány. Lényegében 50-szer 100-szor hatékonyabbá teszi az egyik veszélyes kémiai átalakítást, a katalitikus hidrogénezést. Egy cipős doboz méretű készülékben gombnyomásra 10 perc alatt el lehet végezni azt a munkát, amelyet korábban egy napig csináltak, és csak rendkívül drága, robbanásbiztos laborban volt kivitelezhető.
A periódusos rendszer valószínűleg mindenkinek ismerős a középiskolából. A nitrogén tartalmú heterociklusok viszont már csak a kémiában igencsak jártas szakembereknek mondanak valamit. Például azoknak, akik hidrogénezéssel foglalkoznak. Kerestünk egy olyan kémiai területet, amelyik alapos megújításra szorul. Hát ilyen volt a hidrogénezés. A hidrogénezés az a hidrogén bevétele a molekulákba, a margarin készítésétől kezdve, kőolaj, gyógyszer molekulák szintéziséig mindenfelé használják. Korábban a hidrogénezés két fajtája volt, főként a kisnyomású hidrogénezés esetében gyakorlatilag egy léggömböt töltöttek meg hidrogénnel, és ezt egy tűn keresztül buborékot adták át folyamatosan a kiindulási anyagon. Később, hát amikor a nagy nyomású úgynevezett autóklávok megjelentek, akkor a palackot direkt rá tudták kötni erre az úgynevezett autóklávra, és ebből olyan körülbelül 60, esetleg 100 bárig tudtak hidrogénezni, 60 bárig inkább. Ezt változtatta meg a 2000-es években a világsikerű magyar találmány, az H-Cube. A katalitikus hidrogénezést forradalmasító innováció többek között az R&D 100 Award elismerést is elnyerte, amit innovációs Oscar-díjnak is szoktak nevezni. Akkoriban, amikor mi elkezdtük ezt a mesterséget, akkor a nagy nyomású, nagy hőmérsékletű hidrogénezés megvalósításához monstrum készülékekre volt szükség, egy speciális szobára, vastag falak, könnyű tető, hogyha robbanás van, akkor az fölröpüljön. És hát általában véve ez egy drága és nem praktikus megoldás volt. Mi egy olyasmin álmodtunk, ami egyszerű, kicsi, az asztalra helyezhető, és viszonylag kis biztonsági körülmények között mindenki meg tudja valósítani. Ilyen megoldás nem volt. A méretzsugorítással egyidejű hatékonyságnövelésnek köszönhetően pedig a hidrogénezés már egy cipős doboz méretű készülékben is megvalósítható. Ez a Thalesnak a legutóbbi hidrogénező reaktora, hidrogénező készülék, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy egy kiindulási oldalból, amit ebben az edényben tartunk, folyamatosan átáramoltatja ez a pumpa a készüléken, különböző lépéseken keresztül gyakorlatilag ez maga a reaktortér, ami hát komolyan hangozhat, de gyakorlatilag nincs benne semmi komoly. Hogyha ezt kinyitom, akkor látszik benne egy cső, ebben katalizátor van beletöltve, és ez a katalizátoron történik meg maga a reakció. Az eljárás pedig nem csak sokkal gyorsabb, de biztonságosabb is. A nagy előnye ennek a készüléknek az, hogy ahogy látjuk, jelenleg ehhez a készülékhez nincsen gáz palac rákötve. Tehát magyarul egy olyan egyébként nagyon veszélyes reakció, mint a hidrogénezés, ami hát a hidrogén gáz miatt eléggé robbanékony. Ezt gyakorlatilag így, hogy ide rakom a készüléket és elindítom, teljesen veszélytelen formában lehet végezni laborban, kisméretben. Akkor ez egy vízbontó készülék? A készülékben van egy vízbontó rész, és gyakorlatilag a vízben, amit a készülék hátuljába töltünk, folyamatosan generálja a hidrogéngázt, igen. A vízből veszi ki az oxigént. Tetszik érteni? Az azóta igazi internetes mémmé vált Szalacsi Sándor videót a Thales Nano szakemberei is sokszor emlegetik, ha arról kérdezik őket, pontosan mivel is foglalkoznak. Persze a viccen túl az H-Cube egy nagyon komoly műszaki áttörés és üzleti siker. Hány ilyen készülék van kint a piacon, hol és mire használják? Ebből a készülék családból, ennek az elegyéből, illetve ebből a H-Cube Pro-ból összesen 700-750 van kint a piacon. Ez főként gyógyszeripari cégek alkalmazzák, és folyamatosan bővül az olajipari, élelmiszeripari, illetve illatszeripari felhasználása is. Azt hiszem, hogy Poincaré, a francia, nagy francia matematikus mondta egyszer, hogy az igazi nagy felfedezések egymástól távol eső területek kombinálásával születnek. Hát a mi esetünkben is kerestük azt, hogy ennek a hidrogéngenerálásnak, a vízbontással történő hidrogéngenerálásnak van-e valamilyen bevett módszere, ami jó nagy nyomást és folyamatos üzemmódot tud biztosítani. És ugye, hogyha hidrogént generálunk vízbontással, akkor mindenki tudja, általános iskolából, akkor oxigén is keletkezik. Kiterjesztettük ezt a keresést arra, hogy hol van az, ahol oxigénre van szükség. Hát kérem szépen a tenger alattjáróknál. Kiderült, hogy a tenger alattjáróknál használnak már kisméretű, nagy nyomású vízbontókat, csak éppen nem a hidrogén, hanem az oxigén termelése érdekében. Ez pedig már elég kiinduló pont volt ahhoz, hogy megalkossák az H-Cube működésének alapját.
Az üzleti sikerhez pedig az ötleten felül már csak egy jó csapatra, kitartásra és szerencsére volt szükség, na meg folyamatos fejlesztésre. Attól, hogy valaki sikeressé válik, még nem szabad megállni. Mert ha az emberek látják, mennyire sikeres vagy, ők is részesülni akarnak majd a sikeredből. Éppen ezért vállalati szempontból nagyon fontos, hogy állandóan újabb és újabb ötletekkel és termékekkel álljunk elő. Mert ha csak egyetlen termékünk van, egy idő után a versenytársak meg fognak előzni. És hogy mi a kulcs az eredményességhez? Az előretekintés mellett a vállalat tulajdonosa a sikertitkát a múltban gyökerező újításban látja. Mai adásunk véget ért, de remélem, hogy velünk tartanak a jövő héten is, amikor majd eláruljuk, hogy ki lett az év ismeretterjesztő tudósa. Addig is észrevételeiket, kérdéseiket megírhatják e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én búcsúzom, viszontlátásra! A műsor az új Széchenyi terv keretében a magyar kormány támogatásával, a kutatási és technológiai innovációs alap finanszírozásával valósul meg.